Sziasztok, akkor üdvözlök titeket egy újabb videóban. Most mezőbelény állomásra be fogom nektek kutatni, hogyha már úgyis ráérek. Van még kb. 20 perc a vonatig, kicsit korábban kiértem, mint terveztem, de se baj. Legalább lesz időm akkor bemutatni nektek. Átépítés után az utóbbi pár évben építették át egyébként magát az állomást. Akkor épült az aluljáróra, meg a két peron. Egyébként azelőtt mind a két peron így közel volt az épülethez. Itt kezdődött mindegyik. Hát ez elég szerencsétlenül sikerült ez az átépítés, így hogy a hátsó peron nagyon hátra került, mert a vége, hogyha megnézitek, akkor még a felüljárón is túl van, és az első perontetőt is oda tették. Hát ez nem volt igazán szerencsés, mert hogyha az első kocsiba utazó és Pest felől jössz, akkor nagyon sokat kell visszasétálni ide az aluljáróig, de hát Istenem, ez így sikerült. Egyébként épült oda B plusz parkoló is, látjátok, rengeteg bicikli is van. Egyébként P plusz is van ott mellette, tehát az autók tudnak parkolni. Van ott szemben egy buszmegálló is, bár busz ide nagyon ritkán jár ki, de megnézzük az utcafrontot is mindjárt. Főleg, hogy itt legalább rendesen meg tudom mutatni, és nem ellenfényes. Ezt eddig itt hagyjuk. Látja, hogy itt van a P plusz parkoló az állomás előtt, itt lehet megállni. Oda, régen itt volt egyébként a lakodó, meg a lakodóvágány, az most elkerült oda hátra a felüljáró utára. Itt van egy buszforduló. Ja, és egyébként ezt a kresztáblát nézzétek meg, tehát ilyet én még nem láttam máshol, hogy erre a kis szakaszra van egy ilyen, hogy behajtani tilos kivéve célforgalom. Na most itt, hogy minek van itt célforgalom, az megint jó kérdés. Maximum a busznak, amelyik itt fordul meg, de ez jó. És a busz megálló meg ott van szembe. Mondjuk nézzük a menetrendet is. De például a Békés fele, amelyre én szoktam innen menni, de nem jár busz. Innen nem. Valószínűleg régebben több busz járt erre, mert ez egy tartózkodó volt a buszsofőröknek. Tehát itt ez egy végállomás volt. De már régóta bezárt. És mindjárt megnézzük a menetrendet is. Közben így jönnek az utasok is. Tehát látszik, hogy azért sok indulás innen nincsen. Van egy 7.50-kor, 18.30-kor, és ezek általában vonathoz nem igazodnak. Hát ezek. 23-as meg a 38-as valamennyire, mert óra 26-kor szoktak befutni a vonatok Pest felől. Többi azért nagyon kiesik ilyen szempontból. És ezzel mondjuk be lehet menni szerintem a... De még csak nem is, mert ezek helyi járatok, tehát még a pályaudvarra se lehet bemenni, ahonnan esetleg tovább mehetnél valamerre, busszal. És a mezőben én be itt a buszvégállomás, az benn van a városnak a túlsó végén. És egyébként itt van maga az állomás épület, ezt nagyjából az eredeti állapotába állították helyre. De majd mindjárt megnézzük belülről is, meg a másik oldalt is. De az épület stílus az a felújítás után is megmaradt. Mert például a Mudonyban teljesen új épületet építettek, meg Szajolban se a régi maradt meg, meg szerintem, hogy azért, hogy omán se, viszont itt mondatni megőrizték eredeti állapotában. És majd mindjárt megnézzük akkor a másik oldalt is. És még annyit, hogy egyébként itt eredetileg az emeleten szolgálati lakások voltak, az nem tudom, hogy most van-e. És ez volt az eredeti váróterem, még a felújítás előtt, de ez most le van zárva, és látszik, hogy nem csináltak semmit. Tehát még itt a elektromos rendszerek nincsen beépítve, itt a kapcsolók meg a többi. Az ablakon keresztül be lehet nézni, megmutatom. Például itt az ajtó zárva van, itt nem lehet bemenni. És még itt lógnak mindenfel a vezetékek is, de ide még nem épült semmi. De ez volt a régi váróterem, és a mostani váróterem helyén volt a forgalmi iroda. És akkor ez a mostani váróterem. És ez... Régebben még első fotószállás, igen, és ez most működik. Amikor legutóbb itt jártam, ez nem működött, de most működik ez a magától kinyíló fotószállás ajtó, és itt vannak a WC-k. Két van, itt a női, itt a férfi. Hát be is nézhetünk, akár egyébként viszonylag kultúrált WC-t sikerült ide összehozni. Rendesen van csak. Hello. Régebben a WC egyébként az állomás épületen kívül volt. Hát egy ilyen nem túl mondhatni elegáns, egy kis bodega itt az épület mellett. És egyébként ez itt a váró, nem megyem, megmutatom.
szokásos új Montotem oszlop, vonatinfókkal, mindennel. Már amikor itt működik a vonatinfó, szerintem nem fog, mert az emig az még mindig nem megy. És egyébként ott van, hogy a két digitális kijelző jutott ide, meg padok. Egyébként ezek a padok régebben kint voltak az állomás épület előtt. Tehát a felújítás után hozták be ide. Elő lehet őket megismerni, hogy semmilyen szél nem kedvezi annak, aki nem tudja, mi egy kikötőbe tart. Ismert vándor, vagy minden nap tovább kell menned az úton. Meg volt egy harmadik pad, amire az volt írva, hogy a 100 mérföldes út is egy lépéssel kezdődik. És itt vannak az érkező vonatok, másik oldalt meg az induló vonatok. És már írja a miénket is, és nem ír késést. Ugyanez hagyományos más stílusban, sajtpapíron. Ha a kijelző nem működne. Ez pedig igen az. Ezt a helyiséget nem használják még semmire. Most látjátok, szokás szerint a első vágánynak fog érkezni a Nyihaha. Vagyis hát igazából Nódiusznak hívják a vonatot, de hát ez a Nyihaha, ez a ráragadt becenév. És egyébként ott van egy melléképület, ami megmaradt az átépítés után is, ami amikor éppen szembefény van, de az igyekszem valamennyire megmutatni. Végül is a forgalmi iroda meg átköltözött ide. Az régen itt volt a forgalmi iroda, és amott volt a váróterem. És most valószínűleg egyébként itt. Igen, itt van a feljáró az emelete, tehát itt valószínűleg majd most is szolgálati lakások vannak. Ott van két páros féksarú. Tehát látni, és ez pedig a forgalmi iroda. Még van forgalmi szolgálat, de a jövője az, hogy távkezelt állomás lesz, ahogy csárdaszállás meg Budony is. De most még van menesztés. Hát itt pedig a kapcsolókert van. Hát, és itt van a peron vége. És mindjárt megérkezik az Alföld. A keleti felől érkező vonat. Egyébként az aluljáró helyén volt még egy épület régebben, amit lebontottak. Csak amíg remélkes, az aluljárót megmutatom nektek. Itt már nagyon más látnivaló nincsen. És egyébként itt az aluljáró úgy épült meg, hogy nem lift épült, hanem rámpa. Meg lépcső. De majd mindjárt megmutatom. Látjátok, itt van az aluljáró lejárata. Ez a rámpás. Ez pedig mellette a lépcsős lejárat. Na szóval nézzük meg most az aluljárót, az a legegyszerűbb. Nem fogok átmenni a túloldalra, csak így megmutatom, hogy a hagyományos aluljáró itt a két vágány alatt megy át. Vagyis hát három, igazából már van egy ilyen kitérő is. És ennyi. És ami érdekes az aluljáróban, hogy látjátok, be van kamerázva. Tehát az hasznos dolog, mert hogy összefirkálva nincsen már, vagy két éve legalább átadták, és nincs firka az aluljáróba, és viszonylag tiszta. Tehát sok ilyen átépítésére spórolták a kamerákat, meg is lett az eredménye, amikor ilyen össze-vissza van grafitűzve, meg szét van verve minden, itt nem. Itt azért tiszta minden, és egyébként két is van egy kamerával megfigyelt terület, ott látjátok, és ez pedig a rámpás aluljáró, szépen ki van táblázva minden. P plusszel, hogy ami igazából hiányzik, meg az kávé nincsen, bár igazából a rámpás aluljáró pótolja, hogy itt a lépcsőnél akadtak volna valamelyik oldalra egy vájót, ahogy a bicikliknek, hogy fel lehessen tolni. Azt még szokás volt ilyen lépcsős aluljárókon, de mégis ez annyira nem nagy probléma, mert a biciklivel itt fel lehet menni. Sőt, igazából itt fel is lehet tekerni, mert nagyon, ugye, nem nagyon meredek a lámpaszöge. Tehát itt aztán simán. De ez, hogyha valami negatívumot kell mondani az állomásra, akkor még legyen ez, hogy ide még azért egy vájú elfért van, hogy ne kelljen sokat kerülni, hogyha valaki itt vagy biciklit akar, a biciklivel közlekedik, és itt egyszerűbb lenne feltolni, ha lenne egy vájú. De hát végül is nem lehet minden tökéletes, meg hát ennyit el ki lehet bírni. Meg egyébként is van a rámpa, a túloldalt is van, tehát nem egy olyan nagy hiba. És jön az Alföld.
ez ennyi lett volna itt az állomás bemutatása. Csak közben a nap is a szememben süt, nem látok semmit. Remélem azért ti fogtok. Hát én már lassan ides tova egy olyan 10 éve szállok itt föl rendszeresen meg le. Úgyhogy most már épp ideje volt bemutatni. És vélek, hogy már legalább 3 éve át is épült. Ó, és közben bemondta a hangos a miénket is, úgyhogy hamarosan akkor indulás is van itt a vonat, menni kell, úgyhogy ez a videó az ennyi lett volna. Ha tetszett, akkor tudjátok, lehet lájkolni, lehet diszlájkolni, lehet feliratkozni, és ott kicsivel arrébb ott a subscribe-ot megnyomva. Meg hát sok mindent lehet még csinálni, hát amit gondoltok. Azt már az előző videóban jól elmondtam, hogy találkoztok velem, akkor simán, akkor nyugodtak. Oda lehet köszönni, meg lehet hívni egy sörre, lehet gratulálni, mindent lehet. Úgyhogy köszönöm, hogy ezt is megnéztétek, közben mindjárt befut a vonat, úgyhogy megyek, sziasztok!